Több adat is lekérhető egy autóról forgalmi rendszámának megadásával, mindez interneten pár száz forintért ügyfélkapus belépéssel. A gépjármű adat lekérdező szolgáltatást tavaly ősszel indították el, mert sokan igényeltek műszaki adatokat, mielőtt autót vásároltak volna. Az indulás óta több mint 25 ezer kérelmet nyújtottak be az állampolgárok, viszont egy nagyon fontos adat, hogy ennél sokkal többen böngésztek tulajdonképpen a szolgáltatásban végigvezethető lépésekben, mert több mint 50 ezeren használták valamilyen formában. Egy gépjármű lekérdezése 625 forintba kerül, ugye egy rendszámhoz tartozó műszaki adatok lekérdezését jelenti ez. Viszont de van egy olyan szabály, hogy maga az igazgatási szolgáltatási díj az gépjárművenként 275 forint, de eljárásonként minimum 625 forint a fizetendő díj. Ez egyébként a fele annak az összegnek, mintha én ezt személyesen nyújtanám be, ezt a kérelmet vagy papíralapon postai úton eljuttatnám a nyilvántartó hatósághoz. Több megyebeli autókereskedő azonban úgy véli, a rendszer hiányos. Pap Ferenc például szívesebben fizetne egy olyan szolgáltatásért, amely jóval több információt adna egy-egy autóról. Egy olyan oldalra lenne szükség, amely térítési díj jelenében megmutatná, hogy van a gépkocsin bármilyen terhelés, illetve tartozás. Ugyanis, ha bármilyen végrehajtás, illetve bármilyen tartozás van, adótartozás vagy bármi a gépkocsin, az ebből a oldalból sajnos nem derül ki, ez csak az utolsó kilométerórálást, illetve hogy ki van a gépkocsi vonva a forgalomba, vagy nincs, tehát azt mutatja meg. A rendszer hiányosságából is adódhat az, hogy Pap Ferenc pórul járt. Ezt az autót áprilisban vette meg egy magánszemélytől 2 millió forintért. Kiderült, hogy több a tartozás a gépkocsi, mint amit ér valójában. Ez csak akkor derült ki sajnos, amikor elmentünk az okmányirodába, és át szerettük volna iratni az autót. Tehát addig ezt sehol nem tudtuk lekérni. És ugye ez hosszú peres procedúrákat vonhat maga után. Az autót eladó jogsértést követett el, hiszen az általános adásvételiben, azaz a tulajdonjog átruházási szerződésben kijelentette, a gépkocsi per- és tehermentes annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik.